A Tagló utcában egy gyártelep közepén a Mozdulat Művészek Házába látogatunk el. Megismerkedünk az orkesztika, azaz a Mozdulat Művészek múltjával és jelenével. Adva van egy szervezet, az Orkesztika Alapítvány, és ez az intézmény, ami egy kicsit több, mint mondjuk az alapítvány, mert hogy ez egy közösségi, művészeti, oktatási, kutatási, és még sorolhatnám, hogy hányféle helyszín, ez meg maga a Mozdulat Művészek Háza. Ebből ugye ez az egy van Magyarországon, ebben a formájában. Ha történetileg nézzük, akkor ez egy borzasztóan hosszú történet, mert hogy 104 éves ez az intézmény. 1912-ben Dienes Valéria alapította, egy tanítónőnek kezdett el tanulni. Győrbe hallotta az iskolába, hogy most már a nők is mehetnek egyetemre. Beiratkozott a második olyan évfolyamba az egyetemen, amikor nők egyáltalán járhattak. És egy nagyon érdekes szakpárosítása volt, mert matematikából, fizikából, esztétikából és filozófiából, ebből a négyből összevonva írt gyakorlatilag doktorit, méghozzá valóságelméletekből. Filozófia kapcsán kerül Párizsba, 1908 és 12 között Henri Bergsonnak, az időalapú filozófia megteremtőjének volt a tanítványa, és ugyanebben a periódusban éri utol gyakorlatilag egy új művészet, a táncművészet, a modern táncművészet. És akkor itt jön egy újabb név, az Isadora Duncan, aki ugye itt Magyarországon lépett fel életében először, 1902-ben. A legújabb kutatásaink szerint látta ezt az előadást a Gólyavárban. És 1908 után Párizsban a Duncant látta, és annyira tetszett neki akkor már, hogy háromszor nézte meg az előadást, és aztán egy barátnője mondta, hogy hát drága Vali, hát valamit kéne csinálni, ne csak az egyetemre járjunk, valami testmozgás is jó lenne. És kiderült, hogy nem messze tőlük tanít ennek az Isadorának a testvére táncot, mozgást, gimnasztikát, ahogy ő hívta, görög tornát tanított, és erre az órára ment el, és a levelezései szerint gyakorlatilag ebből egy nagy szerelem lett fél éven belül, és amikor hazaért 1912-be, akkor volt egy meggyőződése arról, hogy lehet, hogy neki ezzel kellene foglalkoznia. Hát először ezt ugye baráti körben kezdte el megtanítani. Úgy gondolkozott róla, mint egyfajta természetes szépségeszményről, amit jó lenne úgy általában a kultúrembereknek megmutatni, azért, mert azt gondolta, hogy az európai kultúra nagyon keveset foglalkozik az emberi testtel és annak a mozgásával. Ő létrehozott egy új tudományterületet, ami a mozdulatoknak a tudománya. És mik az alappillérei, mint tudománynak? Mint tudománynak négy nagy fejezetben vizsgálja, tehát mint valóságot vizsgálja egyébként a mozdulatot. Ha megnézzük ezt a valóságszeletet, akkor meg kell néznünk azt, hogy mi az a minimum, amire szükség van ahhoz, hogy a mozdulatról beszéljünk. Ugye ilyen a tér, az idő, az erő, meg az a negyedik, a talán legfontosabb ebből, ha lehet azt mondani, hogy bármelyik fontosabb a másiknál, az a kifejezés, tehát miről beszél az a mozdulat. Ez mint művészet, tehát mint táncmozdulat, vagy minden mozdulatra vonatkozik? Minden mozdulatra vonatkozik, tehát az ember létező összes mozdulatára vonatkozik az orkesztika, legalábbis ez a cél a DNS-nek. Ő maga ebből egy olyan szeletet választotta, ami a művészeti, tehát gyakorlati munkában, művészi munkában ezzel foglalkozott, hogy hogyan kommunikál, ezért készített színpadi produkciókat. De az elmélete, amivel viszont egészen a haláláig foglalkozott, az ennél sokkal-sokkal szélesebb. Mik voltak a művészi alapvetései? Tehát, hogy itt most egy laikus, hogy képzelje el, milyen mozdulatokról van szó, tehát mi a művészi felfogása? Lehet-e technikáról beszélni? Milyennek a rendszere? Van technikája, tehát ennek is megvan a technikája, ez a természetes test technika, hogyha össze akarnám foglalni. Az, hogy hogyan lehet ezt tipizálni, tehát az a baj a mozdulatművészettel, hogy ez nem olyan, mint a balett, hanem egészen más.
ahányan nyúlunk hozzá, annyi féleképpen nyúlunk hozzá, azért, mert mindannyian a sajátunkat tesszük hozzá. Talán a kortárs tánc állna még a legközelebb ilyen szempontból, de a kortárs táncnak nincsen olyan forma szemlélete, mint ami ennek a műfajnak. Nagyon sokféle szempont szerint épülnek fel azok a gyakorlatok és technikai gyakorlatok is, amivel foglalkozunk, mert annak egy nagy része az egészségről szól. Egy nagyon nagy része arról szól, hogy meg kell tanulni uralni a teret. Vannak forma gyakorlatai, amiket elsajátít az ember, és azon keresztül egy csomó tapasztalati mennyiséget gyűjthet össze. Aztán vannak ritmikai gyakorlatok, amik az időbeli kommunikációnak az elsajátítását szolgálják. Vannak olyan gyakorlatok, amik a dinamikai gyakorlatok, ami arról szól, hogy a legkülönfélébb minőségű dinamikákkal mozgunk. Tehát a hirtelen, egészen lassú, a lendített, a vezetett mozgásokkal, az ezekből építhető hullámszerű mozgásokkal. És aztán vannak kifejező gyakorlatok, amikor a növendékek kapnak improvizációra lehetőséget, amikor az lehet, hogy néha csak annyi kifejezni valahogy egyenes vonal, és néha meg azt kell kifejezni, hogy vidámak. Tehát tényleg abban nagyon más, hogy nem a táncos formákból van levezetve, hanem gondolatokból van levezetve ez a dolog. Ami ennyiféle, és most csak néhány szempontot mondtam el, hogy miből lehet választani, és az ember válogat abból a 300-400 féle szempontból, amit föl lehet állítani, és abból fölépít valamiféle óra struktúrát. Ezért van az, hogy például a mozdulatművészetben nagyon ritkán van két egyforma óra. Hogyan folytatódott az orkesztikának a története nagy vonalakban? Nagy vonalakban volt, amikor elfogadták, és volt, amikor egyszerűen be akarták tiltani. Először egyébként 1925-ben, amikor indult a testnevelési főiskola, akkor rendelettileg az összes gimnasztikus és táncműfajt, ami nem balett volt, és nem társas tánc, azt egyszerűen egy rendelet betiltotta volna. Ezzel lázadva és a műfaj értékeit bemutatva 1929 és 30 között a magyar állam ezt a műfajt önállóan engedélyezte, sőt egy önálló állami képzési struktúrát állított mögé, ami egészen 1949-ig működött. Aztán a zsidó törvények miatt egy csomó embernek a megélhetése került veszélybe, és egyszerűen nem űzhették ezt a területet. Aztán bevonultak a nyilasok, akkor a gyülekezési tilalom miatt zártak be a mozdulatművészeti iskolák. Jött a baloldali fordulat, és az akkor induló kultúrpolitika osztályidegen, burzsáformalista művészeti nyilvánította ezt a műfajt, és gyakorlatilag rendeletileg és egyáltalán szakmailag ellehetetlenítették a művelését. És a rendszerváltás hozott ebben is fordulatot? Hát a rendszerváltás azt a fordulatot hozta, hogy ez a fajta tiltó szabály, ez gyakorlatilag megszűnt. Tehát szabadon lehetett már újra gyakorolni ezeket a dolgokat, de hát akkorra már a mozdulatművész generáció, aki a háború előtt volt fiatal, már 80 fölött járt. És ezektől az idős mesterektől tanultunk mi, és mi képviseljük jelen pillanatban ezt a műfajt.
A Mohának ez a központi helyszíne, ugye Márkkal is itt beszélgettünk az imént. Mire használjátok ezt a teret? Egyrészt egy közösségi tér, ahol lehet beszélgetni, kicsit enni, inni. Interjút készíteni például. És természetesen az alapítványnak az irodája, a gyűjteménye, a teljes adminisztráció, minden, ami a pályázatokhoz és a működéshez kell, az az egyik része. A másik fele az a Magyar Mozdulat Művészeti Társulatnak az iroda része, ez ugye egy térben van. Nyilván az értékesebb fotók és dokumentumok azok itt kerültek egy zártabb térbe, elhelyezésre, és fönt még van egy nagy kiállítóterünk, ahol állandó, hol pedig időszaki kiállítások szoktak lenni, illetve térspecifikus előadások, illetve a fönti részen található még a videótár, a folyóirattár és a könyvtár gyűjteménynek egy része. Nagyon érdekes, amikor az ember ugye megérkezik ide erre a gyártelepre, látja kívülről az épületet, és aztán amikor beléptünk ide a térbe, akkor megdöbbentő, hogy mennyire más világ fogad minket, egy nagyon-nagyon hangulatos, otthonos belső teret alakítottatok ki, pont azon gondolkodtam, hogy akár itt még lakni is lehetne. Így van, és ez nagyon fontos, hogy azok a növendékek, illetve azok a művészek, akik ide jönnek dolgozni és alkotni, ez egy fontos szempont volt, hogy ők otthon érezzék magukat, úgyhogy ezért van az öltöző mellett egy kis konyha, fürdő, WC, tehát hogy tulajdonképpen itt is lehet aludni, van vendégszoba, illetve nagyon sokszor előfordul, az vannak felfújható vendégágyaink, hogyha valaki éjjel szeretne dolgozni, akkor bárhol le tudjon feküdni, és tényleg olyan, mintha otthon lenne. Bogyó kutyánk, aki a Moha Stúdió kutyája. Családtag abszolút. Egyébként állatbarát hely vagyunk, tehát a táncosok is hozhatják a kutyájukat. Ő segít, megmutatja nekünk a termeket. Az első a Mirkovszki Mária terem, aminek az első fele úgymond egy díszletjelmez raktár, illetve kellékraktár. Hát ez itt látható is, mindenféle eszközök, gimnasztikbollok, jelmezek, és ez egy kisebb termünk, egy kisebb gyakorló termünk, ami egyrészt próbateremként is funkcionál, nagyon sok elméleti megbeszélést is itt szoktunk tartani, vagy a fesztiválnak a feedbackjét is itt szoktuk lebonyolítani, és akkor az itt tele van táncosokkal, és nagyon izgalmas beszélgetések szoktak lenni. Másrészt meg kulisza, átjáró a másik terembe, amit színpadtérként is használunk. No, és akkor itt van a Bercik Sára próbatermünk, ami egyben előadótér is. Itt főként kísérleti, kerésszereplős tánc előadásokat szoktunk, nagyon sok fiatalnak szoktunk lehetőséget biztosítani arra, hogy akár az első alkotását, ami egy kicsit hosszabb, nem csak 4-5 perc, hanem egy teljes estének bemutatható, egy bizalmi körbe 30-40 néző előtte ezt bemutathassa. Nagyon sok tanfolyam zajlik, elsősorban azért mozdulatművészet órák. Heti hány alkalommal, meg milyen típusú csoportok van? Hétfőn, kedden, csütörtökön, illetve vasárnap a mozdulatkórus foglalkozás, ami egy jóval hosszabb, egy délelőtt elindul és van, hogy este 6-ig is tart. Ez egy nagyon jó közösség, akik ugyanúgy mozdulatművészeti tréningen vesznek részt, de utána egy alkotó munka, egy kórus munka zajlik, akik fellépésekre is készülnek, ők szintén ugyanúgy nem profi művészek, hanem mondhatni amatőrök, bár a laikus szót jobban szeretem, akik a saját örömükért táncolnak. És mint minden tánc tanfolyamon itt is vannak kezdő, haladó, középhaladó, tehát különböző szintű csoportok? Igazából mi a kezdőkre koncentrálunk, tehát azt gondolom, hogy aki kedvet érez arra, hogy megismeri a saját testét, és azt fejleszteni szeretné, és mondjuk nem balerinává akar válni, vagy professzionális kortárs modern táncossá, annak ez egy nagyon jó alkalom.
mert mindig az alapokhoz vissza kell térnünk. Tehát a mozdulati fejlődés az egy olyan lassan fejlődő dolog, hogyha azt mondom, hogy kell hozzá 4-5 év, hogy mondjuk valakire azt mondhassuk, hogy ő most középhaladó vagy haladó szinten van. Általában ezek a csoportok már átkerülnek, vagy résztvevők átkerülnek a mozdulatkórusnak az előadó csoportjába. Fiatalemberként mi vonzott téged a mozdulatművészet az orkesztika felé? Hát meglepő, de nem én találtam rá, hanem párom. És csillogó szemekkel jött haza már több alkalom után. Mert én akkor még ezt egy butaságnak gondoltam, bevallom. Aztán egy pár hónap után úgy éreztem, hogy ezt ki kell próbálnom. Kipróbáltam, és már az első óra meggyőzött arról, hogy itt kell, hogy maradjak. És valóban csillog most már a te szemed is, de mitől mit ad neked ez a művészet, műfaj? Hú, ezt nagyon nehéz összefoglalni, ugyanis én laikus vagyok, ha fogalmazhatunk így. A mozgás örömét, a mozdulat örömét, ez egy jó közösség egyébként. Egy kicsit úgy érzem, hogy valami titkos tudásnak a birtokában van ez a hely, aminek egy kis szeletkéjét én is megkaphatom, és tovább terjeszthetem. És azt meg tudod fogalmazni, hogy milyen fajta tudásról, titkos tudásról van szó? Egy szó, talán harmónia. Ez a sík az, amit forgatsz. Előre és hátra. Előre. Egész életemben kerestem egy olyan mozgásformát, ami nem szerettem igazándiból konditermekbe járni, mert nem adta meg az intellektuális élményt, és egy olyan mozgásformát kerestem, ami test, lélek, olyan zene, amit szeretek, lehetőleg klasszikus, és nagyon megragadott a DNS filozófia mögötte, mert egy olyan fejlesztő módszert találtam, ami a mozgáson keresztül a lelkemet formálja. Ez nagyon érdekes egyébként, meg nehéz is elképzelni, hogy, de az a természetes mozdulat az az ember életében, amit nem tud kontrollálni. Az egy teremtés. És hogy ezt finomítod, akkor a belsődet is finomítod vele. Nekem ez egy tökéletes fizikai élményt ad, és emellett mindig egy megújuló lelki élményt is minden alkalommal.